Szerepű Sándor, elmondanám, elmondanám. Megállj, leányka, megállj, virágom, csillagom. Petőfit Szaval a kárpátaljai Beregdédai Gimnázium második osztályos tanulója. Ebből az intézményből összesen 7 diák, a szintén kárpátaljai Haranglábi Gimnáziumból pedig további 3 tanuló jelentkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár felhívására. Az iskolákat képviselő tanítók a levéltár kutatótermében vehettek át elismerést. Összesen 10 gyerekünk vett részt, a Dédai Gimnáziumból 7 gyerek, és a Haranglábi Gimnáziumból pedig 3 gyerek. Ők mondtak verseket, tulajdonképpen ez nem megmérettetés volt számunkra, hanem egy ilyen lehetőség arra, hogy megmutassuk azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Iskolában is Petőfi napokat tartunk, és méltóképpen emlékezünk a Petőfi évre. A Vármegyei Levéltár aktív szerepet vállalt a Petőfi 200 programsorozat szervezésében. Az emlékév kapcsán már 2022-ben is részt vettek a Nemzeti Levéltárral közös adatbázis építésében, és egy a reformkori iratokat bemutató tárlatot is rendeztek. A költő születésének 200. évfordulóján idén, január 1-én pedig online programsorozatot hirdettek. A programsorozat egyik eleme a Mindennapra egy Petőfi vers akció, és ez az akció nem csak abban merül ki, hogy megjelenítünk egy verset a Facebook oldalunkon, hanem ha valakinek van kedve szavalni, felveszi és elküldi a videóját, akkor mi ezt közzé tesszük, és most ezt díjazzuk, hogy a diákok, akik a legaktívabbak, a felnőttek egy kicsit bátortalanabbak, de a diákok rendkívül aktívak voltak. Voltak olyan iskolák, ahonnan nagyon sok gyerek jelentkezett, és most a legaktívabb iskolákat és a legaktívabb osztályokat díjazzuk szponzoraink ajándékával. A kárpátaljai intézményeken kívül elismerést vehettek át a nyíregyházi Göllesz Viktor speciális szakiskola, valamint az Encsencs Penészlek Nyírvasvári általános iskola képviselői is. A támogatók között volt Magyarország ungvári főkonzulátusa, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványa, az érintett iskolák önkormányzatai, a nyíregyházi állatpark, a Kállai Gyűjtemény, a Rotary Klub és a Tesco is. Jelentős felajánlás érkezett az első nyíregyházi Lions Clubtól is, akik a kárpátaljai iskolákat támogatták. Nagy öröm és megtiszteltetés volt a levéltár vezetőnőjének a felkérése, hogy segítsük ennek a programnak a megvalósítását, és hát a klub egyöntetően úgy döntött, hogy anyagilag is támogatja azokat a fiatalokat, akik ott Kárpátalján Petőfit szavalva ismertetik meg a világgal a YouTube-on keresztül ezt a munkát, ezt a költészetet, és hát ebbe való részvétel megtiszteltetés számunkra. Külön öröm számunkra, hogy azt a felajánlást, azt az adományt, azt a 100 000 forintot, amit a klub erre szánt, meg tudtuk egy 50 000 forinttal töldani a Bisztulalkusz Kft. Modelloktorás stúdiónak a támogatásával, és így 150 000 forinttal tudjuk támogatni a szavaló fiatalokat. A Vármegyei Levéltár élőköltő című online programsorozata még tart. Július 19-éig várják a Petőfi verseket előadók videóit, emellett a költő régióhoz kapcsolódó tevékenységéről, emlékeiről tartanak majd előadásokat, melyek természetesen utólag is megtekinthetők a Levéltár Facebook, illetve YouTube oldalán.